Az oktatási hivatal adatai szerint az elmúlt három évben a hallgatók 41%-a fizetett a tanulmányaiért, 59%-uk, vagyis közel 500 ezer hallgató állami ösztöndíja tanult. Közülük több, mint 300 ezeren vettek részt alapképzésben, 84 ezeren pedig mesterképzésben. Közel 60 ezeren, 5-6 éves osztatlan képzésben, 11.300 hallgató pedig doktorin tanult. A Nyíregyház Egyetemen az állami ösztöndíjas hallgatók többféle ösztöndi lehetőség közül is tudnak választani. Ugye egyrészt vannak azok az ösztöndíjak, amelyeket az, az, egyetem biztosít, illetve vannak azokat, amit az állam, illetve tehát a kormány biztosít. Az egyetemen a legnépszerűbb a szociális ösztöndíj, illetve a tanulmányi ösztöndíj, az állam által biztosított ösztöndíjak közül pedig a Klebersberg képzési ösztöndíj a legnépszerűbb. Utóbbi célja, hogy motiválja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatókat, és a diplomaszerzés követően biztosítsa az álláshelyet. A pályázat egyik feltétele, hogy a hallgató vállalja, hogy a tanárképzésben, illetve a gyógypedagógia alapképzési szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, valamint az oklevél megszerzését követően az általam megjelölt három megye egyikében a központ által megjelölt köznevelési intézmények közül választva képzettségének megfelelő főállású jogviszonyt létesít. Az egyetem által biztosított szociális ösztöndíjnak is megvannak a feltételei. Mindenféleképpen csak nappali ö, tagozatos hallgató ö, vehet igénybe, illetve aki állami ösztöndíjas, illetve a képzési idő plusz két fél éven belül kell még legyen a tanulmányi idejében a hallgató. A témáról bővebben a 35 perc című műsorunkban láthatnak beszélgetést.